vizázi, ég zuhog a gáton. Most ment erre a szeretőm lóháton, tilosba jár, mert tilos a szerelem, senki se lássa meg, mikor ölelem. Kis öcsémbe híres kislány vagyok én, kinek csak könnyű jön ide, adok én. Adtam csókot, adok is a legénynek, barna legény választok szeretőnek. Három alma egy tányérba, mint piros. A legénynek lányhoz járni nem tilos. Tilos volna, még akkor is eljárna, még egy igaz szeretőre találna. Kis kertömbe szedik a virágot, én is szakajtok róla. Azt mondja a kedves kis angyalom, hogy vigyek neki róla. Viszek neki, édesanyám, mert én szeretem. Ne mondják a kis öcsényi lányok, hogy én csak hitögetem. Udvaromba van egy rezgő nyárfa, földre hajlik az ága. Rászállott egy sárga lábú madár, mindig csak úgy sírdogál. Mindig csak a sírja, ria, hogy árva vagyok, bejártam a széles esztőt. Énes óra járt, női körtáncaink klasszikus típusát képviseli a sárközi karikázó, mely három részből áll, lépőből, keresztezőből és futóból. Ez a táncforma a középkori Európában általános tánctípus volt, és napjainkban is megtaláljuk még elsősorban a Balkánon, Közép-Kelet-Európában, Nyugat-Európában viszont már csak nagyon szorványosan, a Feröer-szigeteken és Bretonban. Ennek a táncnak az archaizmusát igazolja néhány formai sajátosság is. Így a sárköziben a lépőnek az 5-8-os dallama és mozgása, egy másik nagyon jellemző formája pedig az úgynevezett Feröer lépés, amit a Feröer-szigetek alapján használ az európai szakirodalom ennek a lépésnek a megnevezésére, és ez abból áll, hogy kettőt lépnek balra, egyet vissza, és így létrehozzák a táncnak az inga mozgását, sőt a napirányú haladását. Ilyen típusú motívumot láthatunk a sióagárdi karikázóban, mégpedig lépő és ugró formában. Ez a szép inga mozgás, amit a karikázóban láttunk, nem csak a tánchagyományban élt tovább, hanem ismerjük korai történeti formáját is, hiszen a jelentős francia tánctörténetíró Arbaud, aki a kor jellemző táncait mind leírta, ezt a mozgást Brand Sample-ként emlegeti. Nem véletlen az sem, hogy a karikázónak ez az impozáns és monumentális formája megihlette egyik legjobb néprajzkutatónkat is, Malnyai Dezsőt, aki mikor a sárközi karikázót látta, úgy nyilatkozott, hogy nem is tánc ez, hanem ősi rítus, szertartás maradványa. És valóban így van ez, mert ha figyelembe vesszük, hogy valamikor a mi karikázóinkat mindig lányok táncolták, mégpedig nagylányok, díszes ünneplő viseletben és a nagybőjtben, a húsvét előtti bőjti időszakban, akkor, amikor minden egyéb más tánc tilos volt.
És ugyanezt a rituális szerepét húzza alá az is, hogy jelképekben gazdag színtereken jártál, a réten, gyümölcsfák körül, vagy a patakparton, az életadó víz mellett, vagy hidon, vagy olyan szakrális helyen, mint a templom előtti tér, vagy a templomkert. És még inkább aláhúzta ezt a rituális, tavaszköszöntő szerepét a karikázónak az, hogy szervesen kapcsolódtak hozzá az ilyen falubejáró, kapuzó játékok, amelyek tulajdonképpen a tavasz behozatalát jelképezték a falun. Tehát ezt a rítust, ezt a tavaszt köszöntő rítust láthatjuk együtt a Rimóci karikázónak. Köré és füzértáncnak ilyen együttes szerepét mutatja számunkra egy 14. századból származó firenzei freskó, amelyik a hét fő művészetet, vagy hét fő erényt ábrázolja. Azután fokozatosan az európai kultúrában felváltja a női táncokat, a vegyes körtánc, a vegyes füzértánc, de azért bizonyos mértékig még megőrzi a rituális szerepét, hiszen egy németalföldi ábrázolás még jól mutatja azt, ahogy ezt a vegyes táncot
fa körül táncolják. Később azonban egyre inkább eluralkodik a táncéletben ennek a táncnak is a szórakoztató szerepe. Tehát profánná válik, mulatságá táncá válik, és nagyon szép példa erre a rózsaregény illusztrációja, ahol a szerelem géniusza előtt táncolják férfiak és nők a körtáncot. A magyar tánckultúrában is lezajlik ez a folyamat, és egyre inkább beleépül a táncrendbe, vagy a tánc szünetébe éneklik, vagy pedig bevezeti a táncokat, így például magyar lapádon a karikázóból bontakozik ki az öreges csárdás. Ne bajozva most kendőt viselni, most akartam egy barna legét szeretni, úgy akartam szeretni, hogy ne tudják, hely a csillagokra világosítottak. Úgy akartam szeretni, hogy ne tudják, hely a csillagokra világosítottak. Kör- és füzértáncok mulatsági formába, a táncrendbe beépült változatba a gyimesi csángóknál maradtak fent, Hésza néven. Valószínű azért őrzi meg ez a hagyomány ezt a táncot, mert már érintkezik a balkáni kultúrával, ahol ez a táncforma uralkodik. Hogyha összevetjük az először látott táncainkkal, a női körtáncokkal, akkor kiderül, hogy a gyimesiben viszont már nem balra haladóan napi járásával megegyezően táncolják a Ferrer lépést, ahogy ez a tánc rituális szerepében fontos, hanem ellenkező irányban, tehát a mulatsági táncnak megfelelően.